A győri önkormányzat és a város vezetése képviseletében szeretettel köszöntöm mindannyiukat a Győri Fotóklub Egyesület alakulásának 55. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján itt a Győri Nemzeti Színház Csillár szintjén. Simon Róbert Balázs alpolgármester köszöntette elsőként a Győri Fotóklub 55 éves jubileumára készült tárlat megnyitójának vendégeit. Zsúfolásig megtelt a színház Csillár szintje. Az egyesület tagjai mellett a művészeti ág rajongói is képviselték magukat a rendezvényen. A fotósok közül mindenki szívesen emlékszik a kezdetekre, még azok is, akik akkor egészen fiatalon még fényképezőgépet sem fogtak a kezükben. Nekünk az egyesületünknek az alapító tagjaink kijelöltek egy olyan utat, amit nekünk be kell járnunk. Nekünk győri fotósokként, illetve fotósokként kötelességünk az, hogy felkutassuk a megye Győr nevezetességeit, természeti értékeit, azokat a kulturális örökségeket, épített örökségeket, amiket nekünk nem csak felkutatni, dokumentálni is kell. A fotózás nem csak hobbi, hanem egyfajta szerelem is, legalábbis így tartják a társaság tagjai. Elmondhatom, hogy azzal foglalkozom, amit igazán szeretek. Főállásban fotózom, hivatásomnak tekintem, szenvedélyesen szeretek fotózni, mind a mai napig, és az okoz a legnagyobb örömet, hogyha a fotóimmal örömet okozhatok másoknak. Az egyesület nemrégiben egy úgynevezett alapozó csoportot is elindított azok számára, akik amatőrként valamikor majd a profik táborát szeretnék erősíteni. Nagyon jól érzem magam a klubban, barátokkal, hál' Istennek barátokkal jöttünk ott össze, és újakat is találtam magamnak. A foglalkozásokon szakmai dolgokról esik szó, hogy minél jobban megismerjük a gépeinket. Járunk túrákra, fotótúrákra, ahol gyakorlati tapasztalatokat szerezhetünk. A Győri Fotóklub minden érdeklődőt szeretettel vár rendezvényeire, hétfőnként a Petőfi Sándor Művelődési Központba.